Sziasztok! Itt vagyunk a Trekúdon, Mária Pócson. Túl vagyunk az első edzésnapon, ami hát elég sűrű volt, illetve fizikailag is elég megterhelő volt. Nagyon-nagyon keveset tudtunk edzeni, nagyon sok pilóta van. Körülbelül 110 nevező volt, ebből 60-70 profi versenyző van. Összesen 6 kör tudtunk edzeni, hál' Isten egy technikai probléma nem volt. Tegnap este tartották a kvalifikációt. Sajnos ez a kvalifikáció nekünk most nem sikerült, mivel rajt után az egyből az első kanyarba elcsúszott a kuklungom. Azt gondoltam még, ugye 2 kör kvalifikáció van itt, azt gondoltam még a második körre föl tudunk menni, de annyira elcsúszott, valószínűleg eldeformálódott a tárcsa, nehezebben is emelt már ki a kuklung, és nem is fogta meg ezt a teljesítményt, úgyhogy sajnos nekünk most fel kellett adni a versenyt. Viszont itt vagyunk, itt van a szombati nap, nagyon sok ember van kint, nagyon jó buli szokott itt lenni Trekúdon, illetve akkor már úgy gondoltunk, itt maradunk, megnézzük a versenyt, bulizunk egy jót, jól érezzük magunkat. A következő verseny az, nem tudom még biztosan, hogy kimegyünk-e végső összecsapásra, mivel a bajnokságban nem állunk túl jól, ezért maximum ilyen edzési jelleggel fogunk részt venni a végső összecsapáson, viszont Brunóban mindenféleképp ott leszünk. Ez az utolsó verseny az évben, nagyon szeretjük. Nagyon jó a pálya, nagyon jó a feeling, ugye ez a MotoGP-s versenypálya. Minden alkalommal úgy rendezik meg, hogy box utcát biztosítanak nekünk, a box utcából föl tudunk hajtani a pályára. Körbe kell menni az egész pályán, tehát nagyon élvezetes versenyzői szemmel is, illetve általában ott szoktunk a pálya mellett hotelt is foglalni. Az egésznek a feelingje olyan, amit sehol máshol nem érezni amúgy. Úgyhogy oda mindenféleképpen megyünk, az egyik évbe se hagynánk ki. Az új váltót azt nem sikerült még föltennünk, ugye a saját videómban láthattátok, hogy megérkezett a váltó. Sajnos nekem itt a váltó alagú túl szűk, úgyhogy erre egy kis idő kell, és ettől fog függeni egyébként, hogy a végső összecsapáson el tudunk-e indulni, mert az egész belteret itt szét kell vágni, ki kell szedni mind a két ülést, lehet, hogy be kell tenni egy pedálgépet, új alagutat kell csinálni, mert fizikailag sajnos itt a váltó nem fér el. Körülbelül 2-3 hét van a végső összecsapásig, nem biztos, hogy erre kész leszünk, mert azért ez egy elég nagy munka. Igazából lényegében ennyi, aztán meglátjuk, hogy alakul, úgy fogunk indulni a versenyt, de Brunóig mindenféleképp kész leszünk, teszteljük az új váltót odáig, úgyhogy ott már a jobbik váltóval fogunk menni.